Sok szeretettel köszöntök mindenkit, akik a Trianon kiállítás rendhagyó tárlat vezetésére érkeztek, és nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Jankovics Marcell, Kossuth díjas művész, Magyarország érdemes művészét, Prima Primissima díjas, Magyar Örökség díjas, Leonardo da Vinci díjas, a Nemzetművész a címmel kitüntetett grafikus művészt, és elnézést, hogyha valamit a címek, díjak és elismerések hosszú közül kihagytam. Hosszú élet után ennyi jár, ne? Egy rendhagyó tárlatvezetést ígértünk az ide érkezőknek, akik azt hiszem, hogy tényleg talán rekordszámmal jöttek el erre a beszélgetésre. Több, hát közel 200 alkotás látható itt bent a kiállító térben. Mi ennek a sorozatnak a története? Miért állt neki a témának? Nagyon egyszerű oka van. A kiadóm, Méri Gábor, a Méri Ráció kiadónak a tulajdonosa és fotóművész. Ő neki támadt az ötlete néhány évvel ezelőtt, hogy egy cseh grafikus karikatúra albuma nyomán, amely persze nem Csehországban, hanem az Egyesült Államokban vagy Kanadában készült, hogy a gyerekeknek meg kell magyarázni, hogy milyen volt a kommunizmus. És ezt megmutatta nekem, hogy csináljuk meg a kommunizmust. És én végiglapoztam, azt már nem emlékszem, hogy az én mondtam-e, vagy ő mondta, és Trianont, de én rögtön erre kaptam rá, azt mondtam, hogy Trianon nekem nagyobb falat, tehát egy izgalmasabb feladat. A kommunizmus átéltem, meg is szenvedtem, annak legyen úgy. Szerintem meg még tulajdonképpen a Kossuth díjat abban az időben kaptam, tehát azt sem mondhatom, hogy csak megszenvedtem volna. Mondtam, tisztességesebb, hogyha a másikat választom. Javasoltam neki egy nagyon kiváló barátomat és grafikus művészt, hogy csinálja meg, ha akarja, a kommunizmus történetét, mert a csehnek nem volt olyan jó az egyébként a könyvecskéje, csak az ötlet volt jó. És a Gabi ezt elfogadta, és hogy akkor én nekiállok Trianonnak, és én nekiálltam, azt hiszem 14-ben, és 2 évig ezt csináltam, ez volt a 265 lap, és meg kellett írnom szöveget is hozzá, amit legtaláltak természetesen történészek, és az kellett, mert én nem vagyok történész, és ez egy életem nagyon-nagyon csodálatos időszaka volt. Eleinte nagyon nehezen ment, mert ez egy nekem új világ végül is, ez a fajta gúnyrajz, politikai gúnyrajz készítés. De van annyi, ilyen egyben mondtam az interjúban, van annyi előzménye a dolognak, hogy a nagyapám, akit úgy hívtak, mint engem, illetve engem hívnak úgy, mint ahogy őt, nagyapámnak volt egy Simplicissimus gyűjteménye. A Simplicissimus egy hallatlan nevezetes bajor kúnylap volt, szöveges is, de főleg karikatúrák, fantasztikus karikaturistákat gyűjtöttek össze a világból az első világháború előtt. A bajorok akkor is, mondjuk úgy, az akkori német császárságon belül egy, ma ez nem jó kifejezés, ha azt mondom rájuk, hogy liberális, de szabad elvűek voltak, és tele volt karika, németeket, önmagukat is csúfolták, hát a poroszokat meg aztán különösen, élőkön a császárral, de hát végig követhető benne a világháború végéig. Tehát az első ihlető rajzot, amit Wilsonról például rajzolhattam, aztán eltértem tőle persze, de ilyen ihletadó forrás az Simplicissimus volt, és ez benne volt a véremben, mert ugye mondjuk a 4 felmenőm, nagyapám, nagyanyám, másik nagyapám, másik nagyanyám, ha mondják ma, hogy határon túliak. Mert valóban egyik nagyanyám szlovák is volt a tetejében. Úgyhogy, de hát én úgy fogom föl, hogy ez nem csak a magyarok tragédiája. Akkor ezek szerint személyes kötődés is volt, hogyha már így említette a határon túli származást, akkor ez is motiválta? Hát annál is inkább, mert a Gabi, Méri Gábor is, ugye somorjai, vagyis hát a csalóközből való, tehát azért is kezdtünk el együtt dolgozni, és hát a rendszerváltás meghozta ennek a lehetőségét, hogy az ember egy kicsit szabadabban gondolkozhassék erről a dologról is akár. Én nem tudtam, hogy valaha, hogy ez el fog idáig jutni, hogy ez megszületett, de életem nagy élménye.
Volt olyan időszak, amikor nem lehetett beszélni Trianonról? Volt önnek ilyen személyes tapasztalata? Ott a rajz nyilván. Három magyar majommal, az a vége felé van, a három magyar majom, hogy nem hallok, nem látok, nem beszélek. Elmondok egy anekdótát, a szövegben itt valahol ezt le is írtam. Volt egy Kovács Béla, azt hiszem, az ifjúsági osztály vezetője volt a televízió, vagy teljhatalmú, és egy vérmesen vad kommunista volt, és ők rendelték meg tőlem a Mondák a magyar történelemből sorozatot, és ez nagyon sokáig nem voltak hajlandók aláírni a forgatókönyvet, és fölhívtam ezt az ember telefonon. A kapcsolódás az úgy volt, hogy én voltam a Jankovics elvtárs, ő volt a Béla. De hát mondjuk rangban ő fölöttem állt abban az időben, és mondom, te Béla, hát mi a probléma ezzel a sorozattal, miért nem írjátok alá? Hát Jankovics elvtárs, nézd, az a probléma, hogy nem szerencsés, hogy a Kárpátok karéja így látszik, mert meg fognak haragudni érte a román elvtársak, meg a szlovák elvtársak. Viszontnál hozzá egy kicsit más alakjuk lenne. Na most ezúttal a laza jóindulat jele, hogy már ott tartunk, hogy lehet, csak ne legyen olyan. Na hát is el lehet képzelni, hogy milyen volt akkor még, amikor ennél is rondább volt a történet. Úgyhogy persze nem volt téma, mert ugye ezt a béketábort együtt kellett tartani, és rettenetesen féltek attól, hogy nem féltek, de mondjuk nem örültek volna neki, hogy ezek itten egymásnak esnek, mikor itt a legszentebb béke kéne, hogy uralkodjék. Gyanítom. Meg ugye a proletár internacionalizmus van, most globális internacionalizmus van, tehát ebből az következik, hogy a nemzeti érzésnek bármilyen kifejtése is problémás. Lehet, hogy azért van, hogy én ezt ironikusan kezelem, de ennek más oka van. Ha az ember fél attól, hogy elsője magát, akkor legjobb, hogyha röhög egyet. Úgyhogy... Akkor lehet a fájdalmat mondjuk humorral benne van, benne van. Benne van. Hát mondjuk annyira nincs, írtam egy légiratok címmel egy emlékiratokat a életem első 19 évéről, mert minden fontos akkor történt igazából, azóta csak munka van, és a gyomorfekét kaptam attól. Itt már ez nem következett be, ez inkább a megszabadulás volt ettől a dologtól, hogy én letettem valamit, és hagyok valamit azoknak a fiataloknak, nek halvány dunsztyúk nincs. Ezekről a fejekről sincs. Tehát ugye, nekem ez még nem egészen történelem. Hát igaz, hogy sokat nem élhettem, de hát a Edward Benes élt még akkor, amikor én már kisfiú voltam, 47-ben vagy 48-ban halt meg, ha már iskolás voltam. Tehát sok olyan alak szereplője van ennek a történetnek, akiket mondjuk az ember meghosszabbítja a saját múltját bizonyos jog alapon, akkor azt mondja, hogy kortársam. Elmondom ezt a bizonyos példát, mert ezt én fontosnak tartom a saját életem szempontjából. Apám börtönben volt, és a nagyanyámnál laktam, és leszakadt egy gombom. És hát mondtam, te nagyi, föl kéne varni egy gombot, és neki volt egy gombos doboza, megvan még a gombos doboz, és kiborította az összes gombot belőle, és volt köztük egy ilyen spirális gomb. Mondom, de a nagyi, ez milyen gomb? Azt mondta, hát ez a szépapádnak a mente gombja. A szépapám az a 48-as szabadságharcban volt ezredes. Na most ettől a pillanattól kezdve én úgy éreztem, hogy nekem kortársam a szépapám. Tehát én nekem közöm van a 48-hoz, mert ha a kezemben van a gomb, és a falon ott lóg a képe, és olvasom a versét, akkor valószínűleg nekem kortársam. Na hát így viszonyulok ehhez a történelemhez, ami most éppen a 100. évfordulóját ünnepli, de ugye ezt én Mohácssal kezdem. Igen, 1526 a kezdődátum. Igen. Miért ilyen összefüggésben vizsgálja? Hogy? Miért ilyen összefüggésben kezdte hát azért, mert ott kezdődik, tehát a magyar, középkori magyar állam összeomlása, az Mohácsi vészhez kötődik. Ugye ennek van egy kicsi előzménye, de mégis az a pillanat, amikor ez az ország összeomlik, és azóta nehezen talál magára, hát kicsiben talán magára talál. És ezeket én, az okokat a könyvben, itt ez nem kap annyira, ugye, mert a szöveg az kevésbé érhető tettem, bár nagyon klasszul ott vannak ezen a Touch Info sorozaton, de ez úgy indul, hogy az okok, és akkor az első ok az az oszmán ok. Hát a második ok, germánok, és akkor sorolom őket szépen. Vannak orosz ok, és vannak románok, meg vannak csehszlovák ok, meg vannak jugoszlávok, és akkor helyben vagyunk. És magyarok? Hát azok is benne vannak természetesen, mert az 19. század
az nem volt a nem válik a dicsőségünkre. Tehát a szlovák nagyanyámnak ennyivel tartozom azért, hogy van egy olyan kép, ahol a magyar nemes hosszú csibukját szándékosan egy tót szolga gyújtja meg, mert a magyar paraszt nem, vagy a nemes nem éri el, ugye olyan hosszú a csibukja. És hát ilyenekkel próbálom jelezni, hogy nagy a felelősségünk annak abban, hogy ez így történt. Ennyi. Szóval lehet ezt sokkal hosszan is bővítgetni, de ha valaki érzékeny és megértő, én úgy tekintek Magyarországra, a régi Magyarországra, mint egy sok nemzetiségű országra, amelyben mindenki pórul járt, aki nem maradt a másikkal együtt. Még fiatal ember koromban, amikor a Balatonon nyaraltunk, és ilyen törvebeszélő szlovákokkal diskuráltunk, akkor azt mondtam, mely egyszerű lenne, hogyha ez egy ország lenne, akkor nem kellene útlevelet kérned ahhoz, hogy ide gyere. Na, szóval ilyen, így gondolom. Akkor mondhatjuk azt, hogy ha ön utazik, akkor mindenhol otthon jár itt a Kárpát-medencében, hazatér? Hát olyan értelemben nem, hát mindenütt nem vagyok. A szerbek ugye mondják, hogy te nem is horvát vagy, hanem szerb, ugye, mert vannak ilyen kis harcocskák. A nővérem, aki amerikai és Jankovics volt egészen addig, amíg a Jelena Jankovics nevű szerb teniszező nem vált világhírűvé, és akkor mondták neki, hogy Eszter, hát maga nem is Jankovics. Igen, hát én úgy vagyunk ezzel, hogy ha a szerbek engem elfogadnak szerbnek, akkor én inkább örülök, mint nem. Szeretem a szerb konyhát. És a délszlávok szép emberek, tehát én van horvát vér, a nevem is mutatja, horvát vér is van bennem, de igazából legtöbb magyar van bennem, akármilyen furcsa, 37%-ról tudok. Az más dolog, hogy itt történhetnek olyan pruttyok, amit az ember nem tud ellenőrizni, nem volt otthon a papa, és akkor jött valaki jött, és az adóbehajtó is esetleg sikerrel járt, szóval ezzel is számolni kell. De tudok tiroli osztrákról, tudok lengyelről, tudok szlovákról, tudok székelyről, örményről és magyarról. Hát azért ez elég rendes. A Melokó Miklós, aki nekem gyerekkori jó pajtásom, csak idősebb nálam, először ő rajzolt nekem. És én mutattam, hogy én mit tudok. Egy egyházban laktunk. Melokó Miklós azt mondta, hogy egy kárpát-medencei magyarnak tartja magát. Én is annak tartom magam. És otthonérzetem van akkor is, ha a Felvidékre megyek, és otthonérzetem van akkor is, hogyha Erdélybe megyek, és amikor Horvátországban, akkor is otthonérzetem van. És hogyha nagyon utálom magunkat, magyarokat ezért-azért, akkor egy kicsit átmegyek horvátba, kicsit átmegyek szlovákba, könnyebbé válik a dolog, hogy az embernek van még menedéke. Nem szeretem, ha mi hibákat követünk el, szóval a helyzet, történelmi helyzet olyan, hogy itt már csak tökéletesnek szabad lenni. Ugye azt mondtuk, hogy a kezdődátum az 1526-tól indul a kiállítás, és egészen a 2000-es évekig dolgozza fel. Igen, ezt a témát. Utolsó, azt hiszem, a Basescu, aki engem kihozott a sodromból, amikor azzal fenyegette meg a magyarokat, hogy majd eljövünk megint a Tiszáig, tudja, hogy mivel lehet minket bosszantani. És hát amit a Medgyessy nem fog valószínűleg megköszönni, nekem ha meglátja ezt a képet, ami ugye a december 1-i kocintást karikírozza, amit a Nastázéval követtek el. És mi akkor szerettük volna megjelentetni a könyvet, amikor a kiállítás is nyílt, tehát december 1-én, és a Kempinskibe szerettük volna bemutatni. Stílszerűen. Azt mondták, hogy egy kicsit most... Nem biztos, hogy ezt mondták, én csak gondolom, inkább így mondanám, hogy praktikus megvárni, amíg megszületik az európai döntés, az európai választásokkal, hogy ne okozzak én galibát ezzel a könyvvel. Én nem hiszem, hogy olyan lenne, mert ebben a románok is megtalálják azt, ami nekem meg tudnak bocsátani esetleg, pedig román vérem nincs. És mikorra várható akkor az oly sokat emlegetett könyv? Hát a vágyak szerint ez könyveti könyv, és a dolog majdnem készen is van. Be van tördelve, a szöveg rendben van, a borítón kicsit küzdünk. A borító olyan lesz, mint itt a széttört címer, csak az nem dőlt még el pontosan, hogy a alapszíne milyen lesz, és azok a kőbetűk, az a tömbbetűk, amik Magyarországon szézúzták, azok milyen, hát feketék lesznek egyébként. Szóval, hát
a kövtől sokat várok, mert a kiállításon az egy nehézség, ami némely lapon a szöveg ott van. De van egy olyan kép, itt néhány példát elmondok, mert ez, ha egyszer egy tárlatvezetés, akkor ez praktikus. Az egyik, amelyiken Samueli Tibor magyar gyerekeket tanít a kommunizmus szépségeiről, és a előtérben ugye két fegyveres, rátartott fegyverrel tartja karban a kis gyerekeket, és azért táblára mutat, pontosabban egy vörös csillagra mutat, amire föl van feszítve egy ember. Hát nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, egy hűséges kommunista az azt mondaná, hogy igen, áldoztuk az életünket a kommunizmusért, de ez nem erről szól, ez arról szól, hogy a vörös csillag nem vörös kereszt. Szóval a ilyen típusú iróniát használok, és nem azzal a szándékkal, hogy harsogó kacagást váltsak ki egyébként, de azért arra, hogy érezzék meg, milyen fontos a túlélés, ez a humorérzék. Apám a börtönben nagyon jó humorérzéke volt, a labtársait szórakoztatta a vicceivel, meg a vicces stílusával. Tehát egy ilyen helyzetben ez szükségszerű. A másik példám az, amilyen kifejező és egyszerű példa, amikor a soproni tűzoltó torony szavaz. És az egyik kezében ugye a Mosolygó Magyarország címet helyezi be a urnába, és a másik kezével hesegeti az osztrák sast, és azt mondja, hesmadár. Hát ez egy nagyon fontos pillanata annak, hogy Magyarországban hogyan tudtak harcolni Balassa gyarmatért. Arról nem jutott eszembe, már vicc is lehet, ez komolyan is venni. Tehát az egy nagyon fontos történet, és az én nagyapám, aki pozsonyi volt, nem pozsonyi születésű, hanem Marcali mellett Somogy megyébe született, de végül is pozsonyi ember lett belőle. Ő azért volt teljesen kétségbeesve, hogy Pozsonyban nem, föl sem merült a népszavazás gondolata. Ugye ott pici német többség volt, és főleg magyarok lakták. Úgy értem, hogy 50,valahány% német volt, 48% magyar, és igazából a városba bejáró szlovák cselédség, az volt a szlovák. És ma nincs német a városban, magyar is alig. És ezt annak köszönhetik, hogy olyanok voltak, amilyenek, maguknak köszönhetik, hogy nem jutott az eszükbe. Ugye, és ugyanakkor pedig volt néhány város, ilyen volt Sopron, és ilyen volt Balassagyarmat, és néhány falu, amelyik szintén egy ilyen szavazó képen, ahol a templomtornyok szavaznak, mert ez hozzátartozik, hogy az a kultúra akkor még erősen kötődött a templomhoz. A templomhoz kötődtek az ünnepek, a szokások, a szentelődtek meg, hogy úgy mondjam. És ezért az is, hogy valaki milyen vallású, az sokat döntött abban a szempontból. Német és magyar között azért nem volt igazán soha konfliktus, mert nagyjából egy kultúra és egy vallás voltunk. A osztrákokkal, mondjuk a magyar katolikus többség és az osztrák katolikusság együtt volt. Van egy olyan rajzsorozatom, ami itt nem szerepel, de ugye a 48-as szabadságharc magyarázásához tartozik, hogy a 13 aradi vértanú között összesen 4 magyar volt. És hát ez kicsit olyan, mint a spanyol polgárháború, olyan volt ez a szabadságharc, hogy jöttek idegen légiósok azért harcolni a szabadságért. De Petőfi majdhogy nem kommunista szövegeket mond a Egy gondolat bánt engemet című versében. Tehát ezt így is lehet látni, de én nem ezt néztem, hanem azt néztem, hogy a nem magyarok között volt 4 német. Volt 2 örmény, ezt nem tudjuk, ugye kevesen tudják, hogy Kis Ernő örmény volt, és Lázár Vilmos örmény volt, tehát a Lázár János, bocsánat, hogy ezt mondom, ő is látszik is rajta. Tehát a Lázárok azok örmények, hogy ott arisztokraták vannak, ami megint azt mutatja, hogy a szabadsághoz nem az volt, aminek az 50-es években megpróbálták beállítani, hogy az egyszerű nép föltámadott a tenger. Petőfi, hát habókos ember volt, óriási költő, és szerintem a 19. század legnagyobb versszaka az a szeptember végén, első versszaka. Tehát akkor is csak egy habókos ember volt, ő mindenféle maraságot is mondott, természetesen politikához nem értett, de ez egy halatlan nemes pillanata volt a magyar szabadsághoz, hogy kikadták az életüket ezért a dologért.
most is így szembe ötlik, hogy minden történethez komoly történeti kutatás kapcsolódik, így dolgozik? Tehát mondjuk a sorozatnál is így dolgozott, hogy utána járt, hogy hiteles legyen? Ez fontos? Hát muszáj, ebben az esetben nem lehet támadási felületet adni. Én persze hibáztam, és a szerencsére arra valók a lektorok, hogy segítsenek. A kiadómnak szlovákiai magyar lektora hívta fel, vagy óvott attól, hogy szerepeljenek benne, azok ki is fognak maradni persze, azok a nagy európai politikusok, akiknek a szájába olyan mondatokat adtak a két háború között, és adtam én is ennek mintájára, internetről néztem le ezeket a szövegeket, amik az ilyeneket mondta, hogy szegény magyarok, hát ez egy nagy kitolás volt velük. Nem mondtak ilyeneket, egy ilyen volt, azt megtartottuk, ez a Lord Rothermere, de ő rá is igazából már nem érdemes hivatkozni, mert ő nem volt jelentős. De az, hogy Lloyd George szájába is adtam ilyet, tehát hibázik az ember, nem lehet valami teljesen egyedül csinálni, és az internet is, mint segítség, az mondjuk egy óvatosan kezelendő. Magamát én elég sok, inkább művelődéstörténeti munkát írtam, és ott is alapelvem az, hogy ha meg is nézek valamit az interneten, akkor megnézek az interneten is egy másik forrást, és megnézem otthon a két lexikon sorozatban is, meg ha van még egyéb, akkor abban is, és abból valahogy egy középarányos igazság csak kiderül. Ugyanis a minden állítással ellentétben a történelem sem elfogulatlan. Ez a Szína Ire Studio, ez szépen ma hangzik, de mindig ott van az íra, a harag a dolgokban, és mindenkinek, nekem itt meg különösen. Szóval itt sok szenvedély van ebben. Mondjuk az arcok, vagy a tipikus gesztusok ábrázolásánál is mondjuk ilyen segédanyag lehetett az internet? Hát hogyne, az arcok főleg, természetesen. Nekem, elmondom, nagyon nehéz, két nehéz szereplőm van, ezeknek lehet pszichikai okokat is tulajdonítani, de én azt túlzásnak tartanám, akivel nekem nehéz dolgom volt, az egyik Horthy, akivel kapcsolatban azt mondom, hogy 4, 5 vagy 6 rajz van róla, 2 sikerült szerintem úgy, hogy na, ezek rendben vannak. És a másik az Churchill volt, akit megnéztem az interneten, mindegyikről készül rengeteg karikatúra, tehát beüti a Horthy karikatúrák, talán nem annyi jön, de ha azt, mert Magyarországon nem illett régebben, most pedig azt, hogy az elmúlt 70 évben karikatúrát csináltak róla, hát nem komoly annyira, de Churchillről rengeteg készült, és egyik se jó. Tehát nem segítettek, nem adtak támpontot. És aztán nagy szerencsémre ezért is használtam föl ezt a nézetét, amikor a két magyar politikust oktatja ki, annak a szövegnek itt csak a fele van fent, a szájába adva, abban a gondolatfelhőbe. Elment hozzá Eckhart Tibor, a kisgazdapártnak a vezetője, és amit eszembe a neve, az akkori londoni nagykövet. És akkor elmondta nekik Churchill, hogy magyarokkal szemben valóban nagy igazságtalanság történt, és hogyha a politikusan okosan a szövetségesek oldalára fognak állni, ez 37-ben van, tehát még a háborúnak még csak a Churchill számára volt már füstje meg szaga, akkor minden rendben lesz, de hogyha németek oldalára állnak, nem lesz könyörület. Melókó Miklósnak egyszer, aki meghatódott egy ilyen közbeszéd során, azt mondtam, hogy Miklós, a mikorunkban már nem szabad úgy kezdeni egy mondatot, hogy én, mert rögtön meghatódunk. De hát én most nem mondtam, hogy én. Na, de a lényeg nem ez, hanem hogy a Churchill ezen a képen félhátulról lehetett látni, és kiderült, hogy csapott a homloka, hogy ez a karakterének egy olyan meghatározott eleme, ami semmilyen más nézetből nem jön ki. De hogyha az ember ezt tudja, és úgy rajzolja meg szemmel, akkor hasonlítani fog. Na, szóval ezek olyan, számomra ezek voltak az örömteli percek, órák, pillanatok, mindenféle, ahogy ezen is nagyon sok bajlódásom volt. És van, aki a fejből megtanul az ember rajzolni ennyi idő után, és már nem kell hozzá nézni fotókat, az ebben az internet nagy segítségemre volt természetesen. De hát elmondom, ez is egy anekdotisztikus előzménye a dolognak, hogy engem öcsödre telepítettek ki anyámmal és a nővéremmel, apámat nem kellett, mert bent ült a Kozmócai börtönbe, vagy akkor éppen Márjon Osztrán. És a öcsödi, meg kiderült, hogy tudok rajzolni, akkor minden ilyen állami ünnepe nekem kellett a táblára főrajzolnom Sztalin elvtársat. És a Rákosi pajtást is. A Rákosi pajtás
kisfiúkhoz nagy gyakorlattal bírtam már, mert kisfiú koromban még a kitelepítés, börtön, stb. Előtt apámnak járta a szabad száj, és abban nagyon jó Rákosi karikatúrák voltak, és a vasárnapi reggeli láttojásnak a héjára rá kellett rajzolnom a Rákosinak a fejét, és akkor egy-két, hát mikor megettük a tojást, fejbe vertük a Rákosit. Akkor megvolt a motiváció. Később azt hittem, hogy azért csukták be apámat, mert hogy valaki följelentett engem ezzel, és akkor hát kiskorú voltam, 5-6 éves vagy 7. Na, és a Sztalin nekem kellett rajzolni, és persze én nem Sztalint rajzoltam, hanem azt az idealizált poltré sorozat alapján készít. De hát félkézzel bármikor most is tudok olyan Sztalint csinálni. Na, ehhez képest ez az igazi, aki ebben a sorozatban szerepel, mert ebbe bele kellett vennem azt a három urat is, ugye Hitlerrel szemben a másik, a többi fasisztát nem tekintem fontos embernek, de Hitler az sajnos meghatározó ebben a történetben. De hát Rooseveltet, Sztalint és Churchill muszáj volt szerepeltetnem, úgyhogy ha hallgatnak rám, akkor a hátsó borítón ők lesznek, Roosevelt, Sztalin és Churchill. És volt olyan mondjuk drámai jelenet, aminek az ábrázolása kihívást jelentett, vagy elgondolkozott? Tehát általában egy rajzba foglalni cselekményt az azért problematikus, mert a rajz egy pillanatba próbálja összesűríteni a történés több állomását. És nem feltétlenül attól lesz érzelem gazdag, hogy sok szereplős, bonyolult jelenséget ábrázol. Isten, én csak abból tudok indulni, hogy én rám milyen hatással van. Tehát szembesülök 2 évig, én csak magam. Hát jó, megmutatom mondjuk a feleségemnek, de hát végül is az döntő, hogy én mit érzek. És az nem feltétlenül a cselekményességen múlik, hanem hogy mit tudtam belesűríteni. Hát ezek között, a rajzok között van olyan, amelyik én ilyen szempontból is jónak tartok, és van olyan, ami... Vannak lopkovicok, azt be kell vallanom, tehát azért természetes, hogy az ember használ más politikai karikatúrákat, és azt tovább építi. Az egyik ilyen, Manu Miltiades volt egy ilyen grafikus művésze a nagyon korai Horthy korszaknak, aki úgy ábrázolta Horthyt, hogy a vörös hullámok között egy kormánykeréket 2 izmos férfi kar tart. Hát ezt tovább építettem azzal, hogy megmutattam a karok tulajdonosát, és néhány vércseppet is, ami ugye ráfröccsent ebből a történetből, mert ez az igazsághoz hozzátartozik, és az, hogy lesodródott a fejéről a ellentengernagyi sapka, az is fontos, mert a tiszta akkor maradt volna a történelemben teljesen tiszta, hogyha nem vállalja be a politikát. Szóval ezek mindig problémásak. Ez a szubjektív szemszög, valószínűleg ki is fog provokálni a gondolataimmal ellenvéleményeket, de ez belefér. És a másik ilyen érdekes forrás, a Kukrinyiszki, apám 48-ban akkor még nem volt eltiltva, a Nemzeti Banknak volt a egyik vezetője, és a Moszkvába tárgyaltak, és onnan hozott ajándékba egy Kukrinyiszki albumot. A Kukrinyiszki az 3 orosz embernek a nevéből keletkezett. Ők 3 politikai karikatúrákat csináltak, és ez a könyv a II. Világháborúról és a hitlerizmusról szólt. És van benne egy olyan kép, hogy Goebbels, mint egy ilyen törött római szobor, és a szájából jönnek ki levelek. És akkor ezt én áttettem, ezt a ábrázolást áttettem Benesbe, ugye akkor Benes törvények jönnek Benes szájából, miközben az öklével ütök egy németet, akinek ez egy fotón láttam ilyet, hogy az elüldözött németnek a hátára egy nagy fehér krétával, egy nagy fehér horog kereszt van. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy több mint 40.100 öltek meg a szlovákok, amikor véget ért a világháború, civil lakosokat. Gyakorlatilag elkelgették az egész százságot, akik felvidékből virágzó paradicsomot csináltak a középkorban. És hát őértük is sír az ember szíve, mert hát a Magyarország voltak. Volt egy könyvemutatónk, ugye a Méri Gáborral csinálok egy sorozatot felvidéki templomokról, és ez egy olyan év volt, amikor a könyvhéten a szepeszombati Szent György templomnak az albumát jelentettük meg, egy csodálatos kis hely.
Poprádnak a része, beolvadt már Poprádba, de azért elkülönülten egy kis középkori gyémánt. És az volt a könyvhéten a rádió ötlete, hogy fönn a pódiumról föl kell tennem szájbarágot kérdéseket, és aki válaszolni tud a három kérdésemre, az kap egy ilyen albumot ingyen. És hát egyetlen egy hölgy tudott válaszolni, milyen volt ő? Sepeszombati 100. Hát ez így működik. Tehát aki megmarad valamilyen módon, és hozza tovább ezt a gyökeret is, és ezt a csodát, amit ők itt produkáltak. Tehát sajnos a szászok nem szerették a magyarokat, a magyarok nem értették, hogy miért nem szeretnek minket a szászok. Erdélyben még nagyobb bajt okozott ez, és ez még mindig nincs megfejtve. Erre én is csak itt utalhatni tudok, de még mindig nincs megfejtve, hogy hol rontottuk el, de hogy volt magyar ok, az egyértelmű. De ahogy a beszélgetésünk elején is említette, ez talán mindenkinek rányomta a bélyegét az életére, a történetére, a sorsára itt a Kárpát-medencében, Trianon. Igen. Azért mondom, hogy ez a sok nemzetiségű, ezt is el szoktam mondani, de ez egy jó hasonlat, ugye, amikor az ember régen oroszokkal, akikkel úgy megmert nyílni, és szakmabeliekkel például, és beszélgettek, akkor mi sajnáltuk őket, hogy nem utazhatnak, és akkor mindig azt mondták erre, hogy övéki a föld egy hatoda, és azon minden van. És igaz, azt nem mondtam, de nem kaptak útlevelet ahhoz, hogy a saját országotokban el ne esetek 1000 kilométerrel arrébb, de ezt nem mondtam, de nekem mindig az jutott erről az eszembe, hogy a történelmi Magyarország egy kicsi ország volt ahhoz képest, de itt is minden volt. És ez a minden vált mondjuk le egymásról, és ettől vált a dolog érdektelenné. Szóval amikor ez kitalálódott, mondjuk úgy nevezzük nevén Árpád vezérnek köszönhetően, hogy itt fogunk maradni, aminek nagyon praktikus okai voltak, ugye egy ekkora vízgyűjtő medencére szüksége volt a még nomadizáló népességnek, akkor tényleg megvolt itt minden, és ott volt körülöttünk a védőfal. Látszólag működő védőfal, de sajnos a történelem mutatja, hogy ez nem igazán így volt. De együtt élés volt mindaddig, amíg nem jött a nemzeti érzés, ami nekünk annyira fontos, és nem figyeltünk oda, hogy ez fontos lesz a szlováknak is, fontos lesz a románnak is, a szerbnek is, a horvátnak is. Horvát mindig külön is állt, tehát hogy ő nem lehet azt mondani, Jelasics a meglepetés ebben a történetben, hogy ő úgy érezte akkor, hogy neki még tennivalója van a magyarok szemben, és akkor ugye Zágrában, amikor én először jártam ott, akkor az ő szobra még Magyarország fele mutatott a karddal. Mi voltunk a negatívok az ő szemükben. De azért az jó tudni, hogy az erdélyi románság az nem azonos a regátbeli románsággal, azért mindig a hazájának tekintette, csak néha kiborult, és akkor rettenetesen véres bosszukat tudott állni. Ugye a szövegben ott van minden. Az erdélyi tömeggyilkosságok, pogromok, magyar ellenes pogromok föl vannak sorolva tömegével, de mégis a magukénak érezték, és a most ennek van jele az erdélyi románságban, akik kezdenek az autonómia mellé állni, mert azt szeretnék, hogy legyen Erdély önálló ország. Ugye régen azt mondtuk, volt egy ilyen megközelítés, hogy a Kelet-Svájca, ugye ezt nem magyarokra mondták, hanem Erdélyre, ugye a szász román-magyar együttélésre. Hogy lehettünk olyan marhák, hogy nem vettük be az olákságot a nemzetek közé? Hát, hatalmas hiba volt. Mi oldhatja meg ezt a feszültséget, mondjuk az ilyen jellegű kiállítások, vagy hogyha beszélünk egymással? Hogy már mit? Nemzetek. Tehát a Trianon okozta feszültséget. Azt nem tudom. Én egy tényleg kifejezetten régi vágású ember vagyok, tehát én valószínűleg ezt a feszültséget hordozni fogom. De hát a fiatalonak halovány dunsztjuk nincs erről az egészről, szóval nekik ezek az arcok nem mondanak semmit. Már a politikus fejekre gondolok. A Hitler is legfeljebb csak azért, mert az többet látják az megszokottnál. De ugye, azt hiszem, hogy a Dicsendi Attila a Figyelőben hörgött a múlt heti számban, hogy miért kell nekem még mindig az ismeretterjesztő adókon folyamatosan Hitlert látni párhuzamosan, és Stalint egyszer sem. Szóval ez is egy eléggé egyoldalú dolog, de lehet, hogy úgy lehet túllépni Fukuyama módján a történelmen, hogy a tudatlanság fogja átvinni ezt a fiatal nemzedéket, mert állati tudatlanok ám. Szóval nem csak politikában értem én ezt, hanem
hanem sok más szakmai téren is, tehát az én szűkebb szakmám terén is. Tehát ez a, lehet, hogy ez a megoldás, hogy nem szőnyeg alá söpörjük, és tudjuk, hogy a szőnyeg alatt van, hanem ott van, de nem tudunk róla, mert nem tudnak róla, és elfelejtődik, és nem fontos. Én beszélgettem nem most, hanem már apám szabadulása után egy pozsonyi osztálytársa eljött hozzá, aki talán német nevű, de szín magyarul beszélt, szóval tökéletesen beszélt magyarul, és eljött vele a velem egykorú fia. És külön elkezdtünk diskurálni, és a srác azt mondta, mit akarsz, hát 900 évig a tiétek volt Pozsony, most 900 évig a miénk lesz. Hát ezt is le kell tudni nyelni. Most az lehet, hogy kivételes, de hogyha itt följövünk a kiállító térbe, akkor meg pont fiataloknak olvashatjuk a gondolatait, és néhány tényleg ilyen szívbe markoló, bár az is igaz, hogy nem az anyországban élnek, tehát hát ez lehet, hogy ezért erősebb bennünk ez a... Erdélyben más a dolog, szóval más a dolog. Viszont Erdély arra is jó példa, hogy humort tudnak belevinni ebbe a közérzetbe, hogy úgy mondjam. Ezt ott hallottam először egy konferencián, ifjúságnak tartott konferencián Gyergyő Szent Miklós mellett egy nagy réten. Azt mondta az egyik politikus, hogy én rám mutatva a közönségbe, hogy itt van körünkben az elcsatolt területről Jankovics Marcell. Tehát, és ez a mondat tökéletes, mert Erdély nagyobb, mint Magyarország. És ezt én ugye nem tudom így ábrázolni, hanem én csak úgy tudom ábrázolni, hogy tőlünk többet el tudott venni, mint amennyi nekünk maradt. De hát ők ezt így látják, és a rendkívül életképes nép. Szóval azt hiszem, hogyha a magyar nyelvterület egészét veszem figyelembe, a legtöbben szenvedett az a székelység. És mégis a legéletre való. Tehát tudok, összefüggnek. És ez a lehet, hogy ez szükséges is kell ahhoz, hogy az emberben életerő maradjon. Mert az az eltunyulás, ami megint a figyelőre vagyok kénytelen hivatkozni, ahol nem magyar, hanem európai és világ összehasonlításokat tesz a különböző generációk között, hogy hogyan viszonyulnak az élet különböző nehézségei. Ez azt lehet mondani, hogy egyre jobban tunyább és egyre jobban kiszolgáltatottabb társaságról van szó. Ez a mama hoteles, akik még 30-valány éves korukban is úgy gondolják, hogy majd a szülők megoldják a problémáimat. Hogy ez mitől van, nem tudom, még az is lehet, hogy Isten keze benne van, szóval ezt nem lehet tudni, de ahol van kicsi nyomás, elviselhető nyomás, az fontos, hogy ne legyen elviselhetetlen, ott nagyon jó eredmények születnek, és a humorérzék borzasztó fontos, gondoljanak a zsidó humorra. Szóval a Magyarországon a legtöbb jó vicc az a kommunizmus elnyomás éveibe született. Ma alig nem is hallok igazából olyan viccet, ami említésre méltó, szexuális viccek. Hát nem, de a politikai vicc az akkor működik, hogyha van teher az emberen, és akkor ez védekezés, ez egy reakció. Hát fogjuk fel úgy ezt a rajzüteményt, nem mindegyik rajz szándékoltan akar belevinni valamilyen szarkazmust vagy iróniát a dologba, van ez véresen komolyan is veszem némelyiket, de hát sajnos a Mohácsi vész nem tudom humorosan kezelni, szóval az nem megy, de hát van, amit lehet, igen, az, hogy a Tisza István megölését sem tudom humorosan venni. De hogy közel volt Tisza Istvánnak ahhoz, ami történt, az tény. Többször említette ezt a humoros hangvételt, azért nem érte még kritika, hogy humorral közelít ehhez a témához, Trianonhoz? Vagy vár-e kritikát emiatt, mondjuk akár az album kapcsán, a könyv kapcsán? Hát mondjuk a sajtó megszólások között ez inkább a meglepetés hangja volt olvasható, hogy meglepetés nekik, hogy humorosak is vannak itt a lapok között. De még támadás effektíven még nem történt. Lehet, hogy amikor a könyvalakban is megjelenik, akkor erre inkább sor fog kerülni. Tehát például a három Nikói majom, amit ugye áttettem magyar majomokba, az úgy humor, hogy ha valaki ezt viccesnek látja, akkor nem ért, akkor reménytelen, szóval ő vele van baj. Szóval
mert ők is nem saját maguk takarják el a fülüket, fogják be a szájukat és a szemüket, mint a japán majmocskák, hanem itt van kívülről valaki, aki befogja a száját be. Jó, igen, apám kinyitotta a száját, aztán életfogytiglant kapott, szóval ez is egy megoldás, vagy próbálkozása, nem érte meg. De mondjuk a feldolgozás módja meg pont lehet, hogy közelebb tudja vinni az említett fiatal generációhoz is, akár a témát. Mert most őszintén bevallom, hogy ilyenkor nem szoktam arra gondolni, hogy ki mit fog elszólni. Nyilván. Ha filmet csinálok, ez annyiszor hallottam, hogy és ki a célközönség? Hát én. Azt nekem kell, hogy tessék. Ha nekem nem tetszik, akkor vég a minden. Szóval ez nem ezzel olyan önmagamat kell szeretnem, hanem ez arról szól, hogyha én nem vagyok valamivel megelégedve, akkor milyen jogom van arra, hogy megmutassam másnak. Tehát az nem ennyi rajzkészült, hanem mondjuk sokszoros ennek, de hát 265 rajz 2 évig. Hát bizony, mert azért van olyan rajz, amit több napon dolgozik az ember, tehát igazából minden napot végig dolgoztam, de közben nem ezen töröm a fejemet, csak amikor mondjuk eltávolodom a rajzoktól, és úgy érzem, hogy nekem választ kell adnom, mert fognak tőlem kérdezni, akkor ilyenkor próbálkozom magamnak válaszokat adni ilyen típusú kérdésekre, és akkor mondom, mint az imént mondtam, hogy igen, fontos, hogy a fiatalok megismerjék. De nekem ebben már sok pozitív és negatív tapasztalatom volt, mondok egy jót és egy rosszat. A pozitív az volt, amikor kiderült, hogy a iskoláskor alatti gyerekek számára a fehér lófia egy függést tudott teremteni, mert olyan hatással volt a kicsikre, amit a szülők nem is értettek. És zsarolták a gyerekeiket az, hogy elveszem tőled a DVD-t, hogyha nem eszed meg a spenótot. És ez nekem állati sikerélmény volt, és erre én nem készültem. Tehát én nem számítottam. Én csak akartam csinálni egy olyan mesét, ami nekem tetszik. Hát, és ebből ez lett, és akkor ennek egy olyan hátsó vagy következmény lett, hogy rájöttem arra, hogy a művészek infantilisek. Nem a negatív értelemben, hanem sok mindent megőriznek a saját gyermekségükből, és ez ennek az eredménye az, hogy el tudják érni, hogy egy olyan filmen, amit a felnőttek semmit nem értenek, és hülyeségnek tartják a gyerekek, attól el vannak bűvölve. És a negatív példa, most elmondtam a jót, a negatív példát is el kéne mondanom, de elfelejtettem. Lehet, hogy eszembe jut, majd elmondom. Akkor egy kicsit a szenvedélyhez visszakapcsolnék, hogy szenvedélyesen alkotni, és nekem az egy meghatározó élmény volt, amikor nem is olyan régen találkoztunk, és a címerekről, olyan szenvedélyről, vagy szenvedéllyel én még embert nem hallottam beszélni, mint hogy ön elmesélte nekem a címerek történetét. A címerekhez is akkor így kötődik. Ja, hát ez abból származik, hogy én 48-ban, amikor a centenárium éve volt, akkor ilyen kis kitűzőket gyártottak, 1848-1948, foglaltak közzé a Kossuth címert, tehát ezen korona nem volt, és én kaptam ilyet, és ez máig megvan. És amikor elvették tőlünk ezt a címert, akkor én azért háborogtam, mert ez olyan gyönyörű ez a címer. És én erről sokat tudok mesélni, hogy miért olyan gyönyörű, és aztán felnőtt fejjel elkezdtem gyűjteni. Ja, ez családi alapon működik, mert karácsonyra a feleségemtől szoktam kapni olyan tárgyakat. Fölhajt, most legutóbb egy faragott botot kaptam, amiben benne van egy címer változat, és nekem is van egy ilyen régi címeres botom, és hát sok, főleg néprajzi tárgyak ezek, és én szerelmesen szeretem a magyar címert, és nagyon sok gondolat van benne. Nem annyira az Árpádházi sávos oldalon, hanem a másik oldalon van sok gondolat benne. És ugye általában is szeretem a címert, mint képzőművészeti műfajt. Hogy magára a könyvre is utaljak, vagy ennek a színezésére utaljak, ebbe csak címerszíneket használok. Tehát a piros, sárga, kék, zöld, fekete, fehér. És hát mondjuk nem, mert van még a bíbor, de hát az kicsit tér csak el a pirostól, ezért nem variáltunk bele ilyet, és ugye van, amikor már az újabb korban, amikor kiszínezték. Mondjuk a szlavóniai címerben egy nyest látható, és ennek az a háttere, ugye, hogy a horvátul kuna a neve a nyesnek,
és a kuna pénznek, a horvát pénznek a kuna neve innen származik, és eredetileg ugye a régi horvátok, amikor még nem ismerték a pénzt, akkor nyest bőrökkel fizettek. Ezt más népek is ismerték, ezt a módszert. Na de hát barna nem lehet, és ugye itt arról szól a történet, hogy szétesik a címer. És ugye a hermelin viszonylag közel áll a nyesthez, és a nyest az barna, a hermelin nyáron barna, télen kifehéredik, itt viszont a rémülettől megőszül attól, hogy lezúdult Trianon, és ezt hát nem tudom, hogy ezt valaki is észre fogja rajtam kívül venni, ez is mesélem el, hogy az ember ilyen módon is próbál, ez is egy olyan típusú vicc, ami inkább sírni lehet, mint nevetni. Lehet, de szóval fontos a címer, és annyira fontos, hogy ott a Toldin dolgozom, és a Toldi családnak is csináltam címert, ugye nem tudunk, hogy volt-e nekik, és milyen, biztos volt, nem tudjuk. És ez egy olyan címer, ami a György esetében arany alapon fekete farkas, és a Miklós esetében fekete alapon aranyfarkas. És ugye a helyzet az, hogy az adta az ötletet, ugye, hogy két farkas rátesz a ágyára, és hogy ennek a mondom, valamilyen fajta többlet jelentése, üzenete legyen azon kívül, hogy hadd féljen ez a dög, amikor fölébred. Hát ez a többlet jelentés, és természetesen ennek jelentőséget tulajdonítok, mert egy középkori történetben ennek mind megvan a magyarázat, hogy a csatákat vívott Toldi Miklós, mint egyébként alispán rangban, de csatákat vívott olasz földön, Nagy Lajos oldalán, és vannak csaták tömege, ahol mind a két oldalon ugyanaz a zászló lobog, mert ugyanazok az anzsuk voltak a nápolyi oldalon is, ugye a nápolyi Johanna, és a Lajosnak megölt Endre nevű öccse, ugyanazt a címert használták, mint Nagy Lajos, tehát egymással csatáznak, tehát nekem itt még ez is egy mondani való, ugye, hogy ott egymást ölitek a fenébe is, ugye, hát itt ennek meg szintén van egy ilyen, most nem fogok tudni példákat mondani, de mondok egyet, ez egy vicces példa, ugye akkoriban ilyen nem volt, de ma természetes, hogyha foci meccsen drukkolnak, akkor egy ilyen izével zsíros krétával a zászlószíneket ide lehet húzni. Na most román király nem román vérű volt, hanem Hohenzollern német. A felesége pedig egy angol arisztokrata hölgy volt, Mária királynő. És hát még a kettő, mint ugye a románoknak drukkolnak alapon, ugye a román zászló jeleit viselik az arcukon, sminknek. Tehát ez egy ilyen anakronizmus, de a mai fiatalság megérti, ha egyáltalán érdekli majd, hogy miről szól ez a könyv, akkor megfelelő, hát igen, hát ez román foci meccs, vagy mi van itt? Na szóval ez így működik, hogy az ember elindul egy ilyen sávon, ami mondjuk a heraldika sávja, akkor előbb-utóbb abból olyan ötletek is jönnek, ami mondjuk már a könyvhöz közelebbről illenek és tartoznak. Szóval ez szerintem jó irányba megy. Hát azt nem tudtam volna megoldani, hanem egész más kellett volna kitalálnom, ha nem használnék címereket, hogy Sopron hogyan szavaz. Nekem a soproni tűzoltó toronyban látom az embert. Nem tudom, hogy maguk látják-e. Én a fotón, amit az interneten látom, meg az életben is, mondjuk megállt ott a tűzoltó torony órája, és akkor az ott egy arcot ad. Elmondom, ez ugyan egy kicsit talán illetlen történet, de elmesélem, hogy amikor NK elnök voltam másodszor a Gyulai Pál utcában, a férfi toalettnek bonyolult mintázatú csempe volt a falán. És amikor az ember ilyen csempe fal előtt áll, akkor nézi a mintázatot. És én egész kicsi gyerekkorom óta a vízfolttól kezdve a felhőkön át mindig azt néztem, hogy mit tudok látni benne. És én elhatároztam még, mint elnök, hogy majd pauszpapírokat hozok, és a toalettbe ott azokat körülrajzolom, amik hasonlítanak valamire, mert ez egy jó kis gyűjtemény lesz. Hát nem kirúgnak. Na, hát szóval ez csak arra példa, ugye, hogy beleláttam a toronyba az embert, és aztán ebből született tovább lépve egy ötlet, hogy akkor a falvakat, amelyek ugye Magyarország mellett szavaztak, azokat is a tornyok képviseljék, és most elmondtam hozzá az ideológiát is, pedig az, amikor rajzoltam, még nem volt a fejembe. Csak most utólag ugye itt a kényszer helyzetben kitaláltam, hogy igen, mert a templomok hordozták ugye abban az időben a kultúra. Igen, ők hordozták tagadhatatlanul. Mind dolgozik most, akkor még egy bemelegítő kérdés, hát ha valaki kedvet kap.
a Toldi, aminek a alapja ugye az Arany János évforduló volt, és a köztársasági elnök vezette bizottság, emlékbizottság kiírt egy pályázatot Toldira. Én nem akartam már rajzfilmet csinálni, tehát ezzel nem indultam, fordultak hozzám, hogy véleményezzem a jelentkezőket. Állítólag voltak pályázatok, nem voltak sikeresek. És aztán megzsaroltak azzal érzelmi alapon, hogy micsoda szégyen lenne, hogyha egyszerűen ez a pénz, amit erre a filmre lenne számva, azért nem költődne el, mert nincs rá jelentkező. Ugye itt volt ennek előzménye is, hogy Pálffy György akart egy Toldi filmet csinálni, ez élő cselekményes, fogalmam nincs, hogy milyen lett volna. Nekem csak az a bajom, ugye ilyenkor látatlanba előre tudom, hogy és Schwarzenegger-szerű izompacsirtát kell ábrázolni ahhoz, hogy hitelesnek tűnjék a dolog. Voltak erre a Schwarzeneggernek is ilyen típusú filmjei, ilyen 10 000 évvel Krisztus előtt időben játszódó hősi történetek. Na, summa-summarum Mikulás Ferenc, aki a Kecskemét filmet vezeti, és akire rá lett oktrojálva, hogy ő bonyolítsa a pályázatot, rám dumálta, és beadtam, és nyert. De most ez most már több mint egy éve készül, egész pontosan tavaly január 9-én nyertem meg a pályázatot, és azóta elkészült a 13 ének az előhanggal együtt ennek az úgynevezett képes forgatókönyv, ami olyan, mint egy filmforgatókönyv, csak ott, ahol a látványban leírva, ott én ábrázolok. Ez baromi sok, mert ez azt jelenti, hogy epizódonként 200 rajz, és mindegyik epizódhoz, körülbelül átlagosan, mindegyik epizódhoz figuratervek tartoznak, tehát sok figurát kell tervezni, ezeket én csináltam, megvan a hangfelvétele, ami nem tartalmaz az egész Toldit, mert akkor ez nem film lett volna, hanem egy fölmondott vers, ami alá rajzok kerülnek, és ez nem ugyanaz, tehát dramatizáltam magyarul, és ugye nem, Arany Jánosnak nem minden szavával értek egyet, tessék elképzelni, hogy van pofám hozzá, de én vagyok az öregebb, ugyanezt volt annak idején Madáccsal is, hogy hát mit akar ez a fiatal ember, hát ugye Madács 41 évesen meghal szegény. Na és Arany Jánosnak, hát olyanok, mondjuk, hogy csak egy-két példát említsek, hogy Budapestnek nevezi Nagy Lajos idejében a fővárost. Hát ezt nehéz elsütni, mert történelemmániákus vagyok, és a kedvenc tantárgyam volt világ életemben, és utálom, ha valaki hibát vét ilyen téren. És a másik ugyanez, hogy amikor Miklós megérkezik Pestre, és fog a bikával küszködni, akkor ezt úgy írja meg Arany, hogy már fölkelt a hold, este van, és a ülakölgyek sétálnak. Hát csak nem a középkorban, hanem akkor, amikor Arany János 46-ban ezt írja, akkor gázvilágítás van, kocsmák, kuplerályok és minden virágzik Pesten és Budán, tehát van élet. Tehát egyszerűen akkor ezt el lehetett képzelni. Tehát itt kellett kicsit igazítani, és akkor inkább az a célszerű, hogy kihagyok, és nem az, hogy beleírok más szövegeket. Tehát ez megvan, és rajzolják lelkesen, és május végén, június elején át kell adnom az előhangot, és az első három éneket készen. Kicsit szoros, ez szoros, ettől drukkolunk is. Nincs igazán, nincs meg minden jó rajzoló, mert mások is tudnak fizetni produkciókért, és mások is dolgoznak. Ez az én lelki problémám. Június 22-én a Kecskeméti animációs filmfesztiválon lesz egy ennek megfelelő élő tárlatvezetés, ami nem így fog zajlani, ahogy most itt, hanem hogy filmrészleteket fogok vetíteni. Az akkor láthatok, és az érdeklődő közönségnek mesélek a Toldiról. És azért az fontosnak tartom, a Magyar Művészet lapjában meg is jelent egy rövid írás a Toldi rajzfilmen címmel, hogy a közhelyszerű Toldi fölfogástól én erősen eltérek, és Arany János kedvéért érek el, mert ő azt írja, ugye, hogy még regénytól sem behelyezett állán. Még azt mondja egy másik helyt, hogy szörnyű gyermek. És ugye nincs még nő, mama van.
hát ez nem egy felnőtt ember. Valami csodálatos képességgel rendelkezik, de még ez nem egy felnőtt ember. Lélektanilag pedig tökéletesen kamasz, föl van háborodva, hogy a bátya. Ő bezzeg, ő nem, ugye? Szóval a tipikus, a kisebbik, aki irigy arra, amit a nagyobbik már megkapott, mert elért egy bizonyos életkort. Ez nem azt jelenti, hogy én a Miklós bántani akarom, hát ebben a György teljesen padlóig van lemosva humorral, tehát ez... De az, hogy a Arany János arra ügyelt, hogy nem öljük meg Tóldi Györgyöt, hanem hát vissza meg gazdálkodni, és a fiú végre győzött, produkált valami férfiasat, nem azzal, hogy lengette a rudat, nem az a férfias, hanem az, hogy legyőzte a Cseh Mikolát, aki Mikola, tehát Miklós Mikola. Ez állati jó fej volt ez az Arany. Na, és a lényeg, hogy ezt valamilyen módon be kell csempészni, és az ember végignézi a Tódi illusztrációkat, ott mindenütt izompacsitákat lát, térdig lógó karokkal, és lajbiba meg csizmába, mint a 19. századi parasztlegény. Hát ettől én elszakadtam. És hogy ez sikeres lesz-e, vagy nem, na de itt én gondoltam arra, hogy akiknek kötelező olvasmány a Tóldi, és utálják, mert a felét nem értik, azoknak micsoda ajándék lesz, hogyha sikerül a tudat alatt bevinni, hogy a te hősöd, mert te vagy ilyen most, ugye 16-17 éves, ha ezt én elértem, akkor teljesült, mert akkor ez átragad a mamára meg a pappára, hogy mit nézel, mi a hülyeséget nézel ott, ugye. Ezt egyszer eljátszották a szülők nekem a Fehér Lófiával, aztán jól megkapták. Úgyhogy, na szóval nagyon fontos, fontos az életemben, de van még egy folytatás, ami nem biztos, hogy lesz, de hát az azt jelenti, hogy akkor nekem arra is kell gondolnom, hogy be tudjam fejezni a Toldit, mert hogyha az ember úgy érzi, hogy ez az utolsó, akkor lehet, hogy ergyávul a végére. A Szörényi Levente azt akarja, hogy csináljak az István a királyból rajzfilmet. Érte, ez csak 2020 után lehetséges. Hát akkor én sajnos a 80. évemben vagyok, úgyhogy meggondolandó, de hát ez egyelőre még csak egy ilyen vágyálom. Meglátjuk, a fontos az, hogy a Tolditól ne kapjak rossz kedvet, tehát hogy sikerüljön. Az ember megálmodik valamit, azt lehet a 100%-nak tekinteni, amikor ugyanazt, hogy le akarja rajzolni, az már csak 70-80%, mert annyira sikerül, és ha odaadja másoknak, hogy vitelezzék ki, hát az bizony jó esetben 50. És ez állati nagy boldogtalanság. Minden olyan produkcióban, amikor az ember nem csak önmagára haragudhat, hanem még másokra is kell neki haragudnia. És én nem haragszom ezekre, mert állati helyesek természetesen. És akkor azon kell vitatkoznom az egyik rajzolommal. Mondom, te gyerek, ez milyen állat itten? Hát ökörhők. Mondom, és borotválkozik? Hát mondom, nem látom a szőrt ott, ahol pisilni szokott. Na szóval ilyenek vannak, ez a hétköznapi öröm közé tartozik, akkor neki elpirul a füle, őszül már egyébként a fiú, de hát hozzám képest fiú, és olyan csodálatos ökröket rajzol azóta is, tehát a pedagógiai kritizálás. Én nagyon kritikus alkat vagyok, de ez néha bejön. De ebbe is kell kicsi humort vinni, és akkor mindjárt jobban működik. Mint ahogy a kiállításba is vitt humort. Ugye beszéltünk most egy kicsit a jövőről, beszéltünk a kiállításhoz kötődően ugye az egyes történelmi elemekről, de azt is elmondhatjuk, hogy különleges ez a tárlat, mind kivitelezésében, mind pedig a rajzoknak a nagy számában is, nem? Amit itt láthatnak. A borzasztó nagy megtiszteltetés a számomra, amit Tóth Norbert és csapata produkált. Először azt gondoltam, hogy ezek a rajzok el fognak törpülni, ugye páratlan látványosság. Ezt, ha interneten megnézik, ez olyan monumentális, sokkal nagyobbnak hat a tér, mint hogyha itt az ember átmegy, és rögtön érzékeli a valóságos teret, de interneten nézve ez egy fantasztikus nagy tér. Nem tudom, hogy ezt átérzik-e, vagy tudják-e, vagy fölismerik-e. Ez a magyar nyelvterületet szimbolizálja, ez a tér. És ez az életfáj, ami az egészet ugye körbeveszi a lelógó ágaival, és fölötte ott van a Szent Korona képe, a fa tengelye, vagy a fa törzse körül, és hát ennek
a képei vannak körbe. Szóval ez ilyen szempontból a számomra egy lenyűgöző élmény. És az a virtuális séta, amit megtettem a televízióban is lenyűgöző. Szóval de úgy érzem, végül is a rajzok nem sikkadnak el nagyon, és nem, többet nem is kellett volna, ugye az a 265, amiből itt 90-nel kevesebb van kitéve, az nem baj, mert egyrészt sok, ez sok, szóval a normális kiállítás, látogatás az egy uszkve másfél óra lehet, tehát még annyi se nagyon. Tehát belátom, hogy ezt nem lehet feldolgozni. Annyi idő alatt, inkább csak egy megmerítkezés valamiben, az is súlykolom állandóan, hogy lesz belőle könyv, mert annak nem csak a kiadóm örülne, hogyha a könyv ott lenne minden magyar érzelmi családnak a polcán. Bár manapság már ugye olvasni nem annyira szokásos, de az nem olyan nagy baj, mert ez csak 45 sor lesz, az amit én abban összefoglalóként írok, ott is a rajzok viszik a történetet, meg minden. Szóval, és remélem, hogy ez a kiállítás fog vándorolni. Tehát van arra esély, hogy ez az ősszel a műcsarnokban is ott lesz egy nagyobb tárlatom, és ezen, ha el tudják ott rendezni, ugyanezt a megoldást szeretném ott látni. És hát más magyar városokban is, olyan városokban is, ahova el tudnak jönni olyan határon túli területekről, ahova esetleg nem lenne célszerű elvinni ezt a kiállítást, mert ez is benne van a képbe. Én ugyan már nem tervezem, hogy nagyon utaznék a határon, sehova, én már nem akarok utazni. Fehérvár is messze van nekem már, de nem nagyon még. De a tegnap Gyöngyösön volt, ahol messzebb van például. De a lényeg mégiscsak az, hogy tekintsék ezt úgy azok a magyarok, akik nem velünk élnek, hogy a kedvükért is csináltam ezt. Tehát nem volt ez egy kötelező feladat, hanem fölvetődött egy ötlet, és azt mondtam, hogy hát akkor még semmi más, nem volt már más tervem sem. Igazából befejeztem. Pontosabban, amit nem említettem az imént, van nekem egy bibliai jelképekről megirandó könyvem, annak nem fog a valószínűleg a végére érni. Bár nekem most Fülöp herceg az egy jó példát ad, hogy 98 évesen gázolt. Hát akkor van esélyem. Van esélyem még. De hát meglátjuk, de az volt, hogy a Trianon könyv legyen a teteje. Na most hát állandóan újabb tetőket kínálnak itt nekem. És nekem ez is egy feladat, ugye, hogy azért ne legyen attól rosszabb a toldi, hogy a Trianon kiállítás legyen a legjobb művem, hát szóval. És az csak úgy, utána főleg fehérváriak vannak ott, gondolom. Szeretném mondani, hogy az lenne az én vágyam, hogy együtt maradjanak ezek a rajzok, és nem akarom eladni valakinek, hanem a Norbert-tel arról beszéltük, hogy Fehérváron maradjanak. Ez egy csodálatos zárszó is volt, és így legyen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt volt velünk, és önöknek meg megköszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!